Új lendületet kap a Kantaros Gála. Erről beszéltek a szervezők a rendezvényt beharangozó sajtótájékoztatón. Az Európai Borlovagrend magyarországi konzulátusának prokonzúja szerint a korosztályuk egy kicsit megöregedett, ezért érezték úgy, hogy fiatalos lendületre és gondolkodásmódra van szükségük. Van a városban egy olyan 30-40 év közötti korosztály, aki már megfelelő egzisztenciával rendelkezik, de egyelőre hiányoltuk, és őket mi nagyon nehezen tudjuk meggyőzni, hogy itt a helyük közöttünk, nézők között. A fiatal generáció viszont a Facebookkal, az Instagrammal sokkal közelebb tud hozzájuk kerülni. Változik a helyszín is. Az eseménynek az Olimpiai Sportpark ad otthont 2020. április 16-án. Ide jóval többen beférnek, mint a Richter terembe, így olcsóbb jegyeket is lehet majd vásárolni. A támogatók köre pedig egy motoros klubbal, a HOG for Rivers Chapter Hungary tagjaival egészült ki. A motorosok általában, ugye ez köztudott, hogy általában jótékonykodó emberek. Jó, szóval nagyon szívesen gondolnak arra, hogy ha tudunk, akkor segítsünk embertársainkon. Nekünk is egy nagyon jó érzés, hogyha minket, vannak előítéletek nyilván a motorosokkal szemben, amit leküzdve, de tapasztaljuk azt is, hogy az utakon segítik a mi közlekedésünket. Ezt az ember valahol meghálálja azt a sok jót, amit kap. És ha már van egy ilyen összetartó jó csapatunk, mint ez a milyen kis, szívesen segítünk olyanokon, akiknek éppen meg kell fogni a kezét. Nem változik viszont, hogy ezúttal is különleges borok és pálinkák kerülnek kalapács alá. A jó hangulatról a két műsorvezető, Borbás Marcsi és Rákóczi Feri mellett a Győri Filharmonikus Zenekar gondoskodik, a társulat azonban erre az estére Litkai Gergely humoristával egészül ki. A zeneszámokkal fogja illusztrálni az ő stand-up comedy-jét. Csináltunk már vele ilyet, elképesztő jó humora van, és egy nagyon egyedi produkció születik így minden alkalommal. Nagyon sok az improvizációs elem a műsorban a részéről, úgyhogy mindig más és más volt. Mi is nagyon élvezzük, és bízom benne, hogy a közönségnek is nagyon fog tetszeni. Támogatást 200 ezer és 3 millió forint közötti összegben lehet igényelni. A szervezők elsősorban rászoruló fiatalok, tehetségek jelentkezését várják. A december 15-én megjelenő pályázatok január 31-éig nyújthatók be. A nyertesekről a kezdeményezés mögött álló civil szervezetek döntenek. Az elmúlt 10 évben összesen 82 millió forint gyűlt össze a jótékonysági gálán, amelynek fővédnöke idén Nagy Andor, Magyarország bécsi nagykövete lesz.